Ha az eszköz, amit a védelmedre találtak ki, csak veszélyforrás a kezedben, nem vagy vele kisegítve. Az eszközkezelés viszont tanulható. Nem bonyolult, gyakorlati kérdés. Kezdjük az első és legfontosabb lépéssel. Töltetlenség ellenőrzés. A félautomata lőfegyverek tárból adogatással dolgoznak. Ha a tárat kivettük, a probléma forrását csökkentettük. Legegyszerűbb, ha a tárat a kis súly és a gyűrű súly közé fogod. Így mindig kontrollálhatod, hogy nincs tár a fegyverben. Ezt követően húzd hátra a szánszerkezetet, ellenőrizd a csövet, tárnyílást, hüvelyvonókarmot. Majd engedd el a szánt. Ezután fesztelenítsd a fegyvert. Ennek kétféle módja van. Az egyik, az elsütő billentyűvel történő fesztelenítés. A másik, a fesztelenítőkaros. Elsütő billentyűvel történő fesztelenítés esetében nagy veszély, hogy a kakas vissza fog menni alapállásba, és rá fog jutni az ütőszegre. Amennyiben a csőben lőszer van, a lövés létrejön. Amennyiben fesztelenítőkart használunk, a kakas biztonsági állásban helyezkedik el, nem fog ráütni az ütőszegre. Amennyiben a csőben lőszer van, a lövés akkor sem jön létre. Ne felejtsd el, a fegyver azért van, hogy téged védjen. Ne veszélyforrás legyen a kezedben. Figyelj oda mindig, amikor kezeled.